munkavédelem a mezőgazdaságban, az alacsony szakképzettség és az egyre magasabb átlag életkor miatt az elmúlt években egyre több munkahelyi baleset történt az agrárszektorban is. Önkéntes katonák, az ország valamennyi járásában létrehozandó területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. Függöny fel! A 70-es, 80-as évek magyar színjátszásának dokumentumait menti meg és dolgozza fel a legújabb színház történeti kutatás. Az alacsony szakképzettség és az egyre magasabb átlag életkor miatt az elmúlt években egyre több munkahelyi baleset történt az agrárszektorban is. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A munkáltatók felkészítése és a munkavállalók folyamatos képzése azonban visszaszoríthatná a munkahelyi balesetek és a halálesetek számát is. Országos szinten a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászati ágazat volt a legveszélyesebb 2016-ban, míg megyénkben az agrárágazatban történt a legtöbb baleset. A munkabalesetekben elhunytak és megrokkantak tiszteletére gyertyagyújtással és egyperces néma csenddel kezdődött a megyei kormányhivatal munkavédelmi nyílt napja. Az ezt követő előadások a mezőgazdasági munkavállalói kockázatokat, munkabaleseteket és a munkavédelmi megelőző lehetőségeket vették számba. Mint elhangzott, országos szinten a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászati ágazat volt a legveszélyesebb 2016-ban, míg megyénkben az agrárágazatban történt a legtöbb baleset. A megyei tekintetben és országos tekintetben is az elmúlt években növekedtek a munkabalesetek számai. A halálos munkabalesetek száma különösen a mezőgazdasági ágban emelkedett az elmúlt években. 2016-ban a mezőgazdaság, mint nemzetgazdasági ágazat volt a legveszélyesebb ágazat. 18 darab halálos munkabaleset történt országosan 2016-ban. A legtöbb sérülés ütközésből, nagytestű állatok okozta balesetekből és fulladásos, beszorulásos esetekből történt. Az előadáson elhangzott, a munkaerőpiaci átalakulás is jelentősen hozzájárul a munkahelyi balesetek számának növekedéséhez. A mezőgazdaságban több okra visszavezethető azt, hogy miért van ilyen magas arányszámban a balesetek száma. Kicsikét mélyebbre is visszanyúlhatnánk ezzel kapcsolatban, az, hogy megértsük a problémát. Egyrésztről ugye tisztába kellene lenni azzal, és tisztába is vagyunk, és ez az előadás során is majd el fog hangzani. Ugye a munkavállalóknak a korosztálya és a képesítése szerinti eloszlás az hát a uniós átlag tekintetében ilyen alacsony, tehát a munkavállalók életkora az rendkívül magas. Ebben a szektorban a képzettségük ezzel szemben meg rendkívül alacsony. Czabai Balázs szerint a munkáltatók szemléletváltozása, a munkavállalók képzése, egyéni védőeszközökkel való felszerelése, valamint a hatóság részéről a fokozott ellenőrzés segíthet visszaszorítani a mezőgazdaságban bekövetkezett munkabalesetek számát. Az önkéntes területvédelmi rendszerről rendezett ismertetőt Takács Attila dandártábornok Nyíregyházán. Az ország valamennyi járásában létrehozandó területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. Háborúk voltak és lesznek is, és minden háborúnak vannak politikai és katonai céljai is. A technológiai fejlődés a háborúkra is rányomja a bélyeget. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy a mai felgyorsult világban akár egy mobiltelefon is fegyverré válhat, ha rossz kezekbe kerül. Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik. Ezt Takács Attila hangsúlyozta nyíregyházi előadásán. A Magyar Honvédség hadkiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokságának parancsnoka a Jósa András Múzeumban tartott tájékoztatót az önkéntes területvédelmi rendszerről. Takács Attila kiemelte, hazánknak is szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mellett támogatják a honvédség munkáját, és vészhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak az országnak. Kezdi azzal, hogy megkapja a felszerelését, amit hazavisz magával, mert hiszen pont arra lapozunk, hogy nagyon könnyen és gyorsan mobilizálható legyen ez a tartalékerő, bármilyen váratlan helyzetben tudjunk reagálni, pánik nélkül, határozottan és egyértelműen tudjunk reagálni.
alapvetően támogató falatokra képezzük ki őket, hiszen nem borítjuk fel a magánéletüket, nem akarjuk azt, hogy más pályát választanak, vagy más hivatást, nem akarjuk elvinni őket a lakóhelyükről. Éppen ezért egy korlátozott évi 20 nap kikérdési idő áll rendelkezésre, hogy felkészítsük őket. Természetesen alapozunk arra, hogy egyénileg is a sport révén fizikálisan megfelelő kondícióba tartják magukat, de azokat a katonai kompetenciákat, amelyek szükségesek a falatokhoz, azokat a kiképzés keretében sajátítják el. Alapvetően tehát az önkéntes területvédelmi rendszer célja, hogy a tartalékos katonák képesek legyenek egy adott katasztrófavédelmi helyzetben, mint például árvíz esetében azonnal helyben reagálni, és bevethetőek legyenek attól függetlenül, hogy a civil életben milyen munkát végeznek. A honvédség minden felnőtt korú személyre számít, a felvételihez nem kell más tenni, mint részt venni egy orvosi egészségügyi és egy pszichológiai vizsgálaton. Ez az első 20 nap. Mi kétnapos idő egységekre bontottuk szét, mert alkalmazkodunk az elfoglaltságokhoz. Alapvetően hétvégén vagy velük egyeztetett időpontban ilyen kétnapos ciklusokban hajtjuk végre az alapfelkészítésüket, és utána pedig elindulunk majd a kötelék felkészítésekkel, rajszakasz, századszint a végcél, hogy kötelékben is tudjanak dolgozni, hiszen nagyon fontos az, hogy egyénileg mindenki legyőzhető, viszont csapatban, egy közösségben, egy kötelékben már nincs akadály, amit ne lehetne leküzdeni. Egy tartalékos katona minden évben egyszer egy havi rendelkezésre állási díjat kap a szerződéskötés évfordulóján, akár szolgálatra hívták, akár nem. A beosztási illetménynek megfelelően pedig napi katonai zsoldot kapnak a honvédok a beosztásuknak megfelelően. A pénzügyőrök szinte egymás után buktatták le a csempészeket átalakított járműveikkel Záhonynál. Egy szlovák járműben 500 000 forint értékű cigarettát találtak, amit a csempészetre átalakított autó megduplázott és felhajtható tetőlemeze alá rejtettek. Egy másik autónak a hátsó ülése alól került elő több mint 200 doboz dohány, míg két másik esetben az üzemanyag tartályban akartak cigarettát csempészni. A NAV munkatársai mind a négy esetben lefoglalták az összesen 2,5 millió forint értékű dohányárut, és valamennyi elkövető ellen feljelentést tettek költségvetési csalás miatt a NAV pénzügyi nyomozóinál. Emeli bruttó 6-6 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken a MOL, értesült az MTI piaci forrásokból. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 375 forintra nő, a gázolajé pedig 383 forintra emelkedik. Az üzemanyagok ára legutóbb április 18-án változott. A 70-es, 80-as évek magyar színjátszásának dokumentumait menti meg és dolgozza fel a legújabb színház történeti kutatás. A Nemzeti Kulturális Alap meghívásos pályázatának támogatása egy évre szól, azonban a kutatók szeretnék a munkát tovább folytatni. Az úgynevezett minta évben a zalaegerszegi, a nyíregyházi és egy budapesti színház adatait dolgozzák fel. 1952-ben jött létre az Országos Színház Történeti Múzeum azzal a céllal, hogy a magyar színművészet hagyományait felkutassa és azokat tudományosan feldolgozza. Az intézet mára már nagy múzeumi közgyűjteménnyel rendelkezik, amelyben megtalálhatóak színházi plakátok, szórólapok, archívfotók, filmfelvételek, jelmezek és díszlettervek is. Ezek főleg a korai időszakra vonatkoznak. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával elindítottak egy újabb kutatást, amelynek célja, hogy a 70-es, 80-as évek magyar színjátszásának a dokumentumait megmentse és feldolgozza. Hogyha ezt az időszakot akarjuk bemutatni, akkor nagyon kevés olyan forrás van, amihez fordulni tudunk. Ez a Színházi Emlékezet Megőrzése című projekt éppen azt célozta meg, hogy a 70-es, 80-as évek magyar színház történetét helyezze fókuszba, mégpedig úgy, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozás, tehát próbáltunk ebben a minta évben, mert ezt mi a projekt első évének tekintjük, reményeink szerint lesz folytatás. Tehát, hogy a mintaében olyan színházakat választottunk ki, amelyek pont a 70-es, 80-as évek színház történetében, színjátszásában valami különlegeset produkáltak. Ezek alapján választották ki az zalaegerszegi, a nyíregyházi, valamint a budapesti Márka Színházat. Ez utóbbi megszűnt, ezért a kutatásba való bevonás célja az volt, hogy a még fellelhető dokumentumokat megmentsék. Minden talált anyagot digitalizáltak, amelyek a kutatók számára később is hasznos információként szolgálhatnak. A kutatás egyik alappillére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban található dokumentumok voltak.
Mi voltunk az egyik forráshelye ennek a kutatásnak, hiszen Nyíregyháza városnak igen szép iratanyagát őrizzük, és ebben az iratanyagban sok adalék van a színházra vonatkozóan. Ezt már dr. Margócsi József korábban tanulmányokban, szöveggyűjteményben, forráskiadásban megmutatta, de most a budapesti kollégák feldolgozták a színház történetét ezek alapján, a források alapján. Emellett várostörténeti és régi polgármesteri iratok is segítették a tanulmányok létrejöttét. Én is nagyon fontosnak tartom a múltbeli adatok elemzését, újragondolását, és minden olyan ötletet, ami a korábbi években működött, ezt próbálok én is újra hasznosítani. Ugye én közgazdász végzettségű vagyok, tehát nekem szakmámból adódóan is különböző statisztikai dolgok elemzése az természetesen fontos, és ahogy én összeállítom az évad műsorát, abban mindenképpen nagy szerepe van annak, hogy megvizsgáljam korábbi előadásoknak a sikerességét, más színházak bemutatóit, azok reakcióját a közönség irányába. Tehát a múltat folyamatosan nekem is elemezni és újra gondolni kell, hogy az nálunk épp hogy működne, és azt hiszem, hogy ez talán az elmúlt két évben egész jól sikerült is. A projekt egy évig tart, azonban a szakemberek fontosnak tartják az eddig elért eredményeket is, ezért mindenképpen folytatni kívánják majd a színház történet kutatását. Marosi Lajos Zavarni néha még fogok, Viszocki 80 kötetét mutatták be Nyíregyházán. Marosi Lajos 15 éve fordítja Viszockit, a fordító a 160 időmértékes verset tartalmazó és kulturális háttérrel is aláfestett Viszocki kötetet így jellemzi. Borda Röngen ez, Rivalda fényben. Vlagyimir Viszocki neve nem csak Oroszországban, hanem Európa számos országában és Amerikában is ismert. A híres moszkvai Taganka színház tagja volt, annak legendás rendezője Ljubimov ismerte fel dalköltői tehetségét. Gitárral kísért dalai már életében túlnőttek rajta, az oroszok rajongásig szerették és szeretik ma, halála után közel 40 évvel is. Az orosz sanzon hagyományok, a városi folklór, a kocsma, katona és börtöndalok megtermékenyítő hatására Viszocki eredeti, kemény, humoros és tragikus dalokat költött korai ifjúságától kezdve. Több mint 1000 dalt írt, néha egy-egy film számára is. Műveinek zöme életében nem került kiadásra, csak agyonjátszott magnetofon felvételeken terjedt országszerte. Versei millió gondolatait fogalmazták meg. Kifejezte az orosz embereknek, vagy akár tágabban mondom, a szovjet embereknek az érzéseit. Amit nem tudtak, vagy nem mertek ők kimondani, azt kimondta, helyettük is, kiénekelte, bele kiabálta, bele ordította a világba, és egyébként ami tiltott, az amúgy is figyelmet jobban kelt, és hát a tilos gyümölcs egy kicsit talán édesebb is, úgyhogy nagyon figyeltek rá, már csak emiatt is. Azt fejezte ki, amit ők a lelkük mélyén titkoltak. Viszocki költeményeit a világ számos nyelvére lefordították már. Marosi Lajos 15 éve tolmácsolja az orosz bárd műveit. A szerkesztő célja az volt, hogy egy kötetben jelenjenek meg az alkotások. Azt gondoltam, hogy legyen a magyar olvasónak és legyen a magyar irodalom történetnek valami olyan, amelyikből kiindulhatnak. Tehát, hogyha verselést, ha formát szeretnék megtudni, hogy ő hogy dolgot, én fordításaimból az is kiderül. Ezeket a legnagyobb mértékben időmértékesre fordítottam, és hát így egységes. És így körülbelül az autentikusnak elfogadott versek közül a 25%-ot adtam ki ebben a könyvben. Egy negyed rész az nem kevés azért. Marosi Lajos fordítói munkáját, a barátságot, a szerelmet és a hősiességet megéneklő versekkel kezdte, majd a börtön, vodka és pordalokon át eljutott a szovjet képtelenségek kigúnyolásáig, végül a filozofikus, ám ijesztő látomásokat és undokpofákat is felvillantó költeményekig. A fordító a 160 időmértékes verset és kulturális háttérrel is aláfestett Viszocki kötetet így jellemzi, Borda Röngen ez, Rivalda fénnyel.
tizedik felnőtt bajnoki aranyérmét szerezte a 20 kilométeres gyaloglásban Helebrant Máté. A nyíregyházi atléta a Békés Csabán megrendezett versenyen 1 óra 24 perc, 2 másodperces idővel végzett az élen. Pokrovenszky József tanítványa ezen a távon már nem áll rajthoz a szezonban, hanem készül a berlini Európa-bajnokság 50 kilométeres versenyére. A korábbi években megszokottnál később, április végéhez közeledve indult először versenyen ebben az esztendőben Helebrant Máté. A nyíregyházi atléta felkészülését kisebb-nagyobb problémák nehezítették, de ettől függetlenül győzni utazott Békés Csabára Pokrovenszky József tanítványa. Az idehaza egyedülalkodónak számító gyalogló meg is szerezte az aranyérmet, így ezen a távon tizedik bajnoki címét gyűjtötte be a kétszeres olimpikon. Nagyon jó volt, viszont nagyon izgultam, mivel már több mint fél éve nem versenyeztem. Viszont nagyon örülök, hogy egy olyan versenyen indultam el idén először, ahol már ismerős voltam. Ugye most 11-ére nyertem meg ezt az országos bajnokságot. A pálya ugyanaz volt, igazából az időjárás is jó volt, szóval úgymond a körülmények adottak voltak egy jó versenyzéshez, és hát örülök, hogy egy aranyéremmel tudtam kezdeni ezt a szezont. Az aranyéremért ezúttal meg kellett harcolni a Máténak, aki 13 másodpercet vert a második helyen beérkező gyaloglóra. Mivel most nem 20 km készülünk, hanem 50 km, ezért nagyon nehéz versenyzés volt, mivel nagyon jó az állóképességem, viszont így most nem vagyok annyira gyors, mint amennyire szoktam lenni, illetve amennyire kellett volna. A fiatalok viszont rövidebb távokra készülnek, ezáltal nagyon gyorsak, és hát így kiegyenlítődött az erőviszony, és hát egészen az utolsó kilométer rég fejfej mellett haladtam az egyik versenyzőtársammal, Venyelcsány Bencével, aki a Honvéd Egyesületében versenyzik, és az utolsó 500 méteren sikerült lehajráznom őt. Most ez így sikerült, ez igazából most nem az időről szólt, hanem a helyezésről, és az volt a fontos, hogy megvédjem a bajnoki címemet. Az eddigi alapozó jellegű edzések után a jövő héten elkezdődik a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokságra. Az edzőtáborok mellett 2 10 kilométeres verseny szerepel a programban. A kontinens viadalon az 50 kilométeres távnak augusztus 7-én vág majd neki a mezőny. A Nyíregyházi Sportcentrum második csapata nyerte a megyei sakk csapatbajnokságot, miután a záró fordulóban 8-2-re legyőzte a Piremon Ese második együttesét. A második helyen a Piremon Ese 1 végzett, a harmadik helyet pedig a Kisvárda Ese szerezte meg. A Megyeháza Diszterm adott otthont a megyei csapatbajnokság zárófordulójában 2 mérkőzésnek. A tét az aranyéren volt, mivel a kezdés előtt még a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatának és a Piremon Ese első együttesének is volt esélye a végső sikerre. A Piremon 1-10-0-ás győzelmet aratott, míg a Piremon 2 nagy harcra késztette a sportcentrumot, amit jelez, hogy az első 4 órában alig dőlt el mérkőzés. A nyíregyháziak végül 8-2-re nyertek és megszerezték az aranyérmet a Piremon és a Kisvárda előtt. A megyében 2 olyan csapat van, amelyik NB2-es csapatnak a második vonala, a Tiszavasvárinak a második vonala és a Nyíregyházi Sakkiskolának, most már a Nyíregyházi Sportcentrumnak a második vonala is játszik a megyei csapatbajnokság első osztályában. Sok olyan játékos van, akinek nagy múltja van NB2-ben, NB1-ben is játszott, például mondjuk a Nyíregyházi Sportcentrumnak régi nevű Nyíregyházi Sakkiskolának több játékosa egyúttal játszik az NB2-ben is, főleg az IFIK, de a magamfajta 50 körüli is. Elég nagy és pezsgő a megyei sakkélet, a megyei első osztályú csapatbajnokság, tehát 10 csapat, 10 táblán, ilyenre nem nagyon szokott sor kerülni más megyékben. Vannak olyan megyék, ahol nem is nemzetközi értékszámszerző a megyei csapatbajnokság, hanem szabadidős jellegű, és általában kevesebb csapat van a megyék csapatbajnokságaiban. Gunyet Zoltán elmondta, hogy a megyei bajnokság egyfajta ugródeszkát jelent a fiatal sakkozók számára. Akik már a megyei csapatbajnokságban játszanak, azok már elérkeztek valamilyen szinten. Tehát ők rájuk felfigyeltek az óvodákban, iskolákban, diákversenyeken, diákolimpiákon versenyeztették őket, és a legkiválóbbak kerülnek be a csapatokba. Mint láthattuk a díszteremben, a 4 csapat, amelyik mérkőzik egymással, a 4 csapatnak körülbelül a fele ifjúságiakból áll, különösen a Piremon 2-re igaz ez, illetve a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatára is. Nagyon sok tehetséges fiatal van, akik évről évre rúgják ki magukat, évről évre több százal növelhetik az értékszámukat, és bizony a felnőttek elé is kerülhetnek az erős sorrendíveken.
A jövő hét végén az NB2-ben is befejeződik a csapatbajnokság. Azt követően egyéni versenyeken ülhetnek a táblához a sakkozók. Ezek közül a legrangosabb az augusztus végi hagyományos nyírségi torna. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Az alacsony szakképzettség és az egyre magasabb átlag életkor miatt az elmúlt években egyre több munkahelyi baleset történt az agrárszektorban is. A munkáltatók felkészítése és a munkavállalók folyamatos képzése azonban visszaszoríthatná a munkahelyi balesetek és a halálesetek számát is. Országos szinten a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászati ágazat volt a legveszélyesebb 2016-ban, míg megyénkben az agrárágazatban történt a legtöbb baleset. Az önkéntes területvédelmi rendszerről rendezett ismertetőt Takács Attila dandártábornok Nyíregyházán. Az ország valamennyi járásában létrehozandó területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A 70-es, 80-as évek magyar színjátszásának dokumentumait menti meg és dolgozza fel a legújabb színház történeti kutatás. A Nemzeti Kulturális Alap meghívásos pályázatának támogatása egy évre szól, azonban a kutatók szeretnék a munkát tovább folytatni. Az úgynevezett mintaévben a zalaegerszegi, a nyíregyházi és egy budapesti színház adatait dolgozzák fel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 26-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre átlag körüli hőmérsékletre számíthatunk. Ma hideg front alakítja időjárásunkat, mely éjjel el is hagyja térségünket. A front mögött pénteken már többnyire száraz, átmenetileg pár fokkal hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az előttünk álló éjszaka eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd hajnaltól felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen előfordulhat. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, sokfelé megerősödik. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén, illetve a jövő hét első felében nyáriasan meleg időre van kilátás. Általában több órára kisüt a nap. Emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen. Az erősebben megnövekvő gomoly felhőkből helyenként záporeső, zivatar is kialakulhat. Zivatar környezetében pedig átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.